Bécstől több mint 400 kilométerre forgat az Agrárium stábja, kedves nézőink. Jó napot kívánok, Szerencsről jelentkezünk. Borsodból jelentkezik forgatócsoportunk. Kezdőblokkunk témája legyen a megye nevének első három betűje. Borról szól tehát a következő néhány perc. Az Egri Interkervein Kft. Immár harmadik esztendeje szerepel műsorunkban. Országos érdekeltségű cég, jól ismerik őket Baranyában is. Ebben az évnek a januárjában alakult meg a Pannonbor régió. A Villányi, a Szekszárdi, a Tolnai borvidéknek a részvételével. Ennek az alakuló rendezvényén a Pannonia-szállóban, a régi Pannonia-szállóban ott voltunk mi is. Próbáltuk a személyes kapcsolatot kialakítani az ottani borászokkal. Elsősorban a Borászati Kutatóintézetben lévő kollégákkal beszélgettünk egy ilyen szélesebb kapcsolat kiszélesítésről. És hát úgy tűnik, hogy össze fog állni a dolog. Mi lesz ennek az eredménye? Mit észlel ebből a fogyasztó? Hát a fogyasztó azt észleli, hogy a borászati technika fejlődésével a minőség is javul, változik. Európai, gyakorlatilag európai szintű borokat kóstolhat, vihet haza, fogyaszthat el a családjával. És hát ebben, ha nem is döntő, de azért elég komoly szerepe van a általunk is nyújtott, meg hát a többi kollégák által is nyújtott technikai háttérnek. Mivel foglalkoztok? Melyik a legfontosabb a cég életében? Hát a cégünk életében a legfontosabb a szőlőfeldolgozó és borászati gépek, tehát amivel országos szinten már jelen vagyunk, szinte minden borvidéken. Komplett pincészeteket telepítünk, most már palackozó üzemeket telepítünk, de az egyes gépegységeket, gépelemeket egyedül is szállítjuk, tehát önmagában is szállítjuk. És hát nem túl nagy ez az ország már ahhoz, meg már gyorsak az autóink ahhoz, hogy ne tudjunk elérni az ország bármelyik pontjára, ha éppen szükséges. Ha én külföldön járok a családommal, akkor megkóstolom a kinti borokat, de hát nem vagyok borász, nem vagyok szakértő. Te biztosan ugyanúgy megteszed, mit állapítasz meg? Milyen a magyar bor helye az Unióban? Milyen lesz? Nem szabad abban a hibába esnünk, hogy versenyezzünk azokkal a fajtákkal, azokkal a világfajtákkal, amik bárhol a világon előállíthatók és megtalálhatók. Vannak egészen speciális területek a borászatnak, amit a magyarok nagyon jól tudnak, illetve sokkal jobban tudnak csinálni, mint mások, vagy mások egyáltalán nem tudják, ilyen a tokai, ilyen bizonyos régi ősi magyar fajták, kadarka, nem akarom ezt most felsorolni. És színesíti szerintem az európai borpiacot a magyar mindenképpen. Szőlészettel, borászattal foglalkozunk a továbbiakban is. Következzék a permetezés specialistája, az Agrogöcsei Kft. Vajon mit takar ez a név? Családi céget takar úgy, hogy a kezdettől fogva a szőlő és gyümölcs termelése szükséges termelő eszközöket forgalmazzuk Magyarországon. Eszközt nem csak el kell adni, az eszközt szervizelni kell, az eszközt el kell látni pótalkatrésszel, és aki ezt tudja nyújtani, az remélheti, hogy partnert is talál. A teljes választékot kínáljuk, ami az ápoláshoz kell, de ezek közül is a permetező gépeinket ajánlanám, miután ezek egy új generációt képeznek, és gyakorlatilag csak a mi cégünk forgalmaz ilyen ventilációval rendelkező eszközöket. Laikus ember azt gondolja, hogy permetezni egyféleképpen lehet? Hát nem így van, mert lehet takarékoskodni úgy is, hogy ez neki környezetvédelmet is jelent. Tehát ezek a gépek nem pazarolják el a vegyszert a sorközre, hanem a gazda növényre fújják, ebből fakadóan nincs környezetszennyezés. Ugyanakkor a vegyszerköltség 20-35%-át, amin folyik a vita, azt meg lehet takarítani. Uniós tagok leszünk egy esztendővel később. Gondolom, hogy az önök szerkezetei megfelelnek az akkori kívánásoknak. Hát az annyira megfelelnek, hogy az egybe viselik a CE minősítést, és ezen belül is a szomszédos országok, tehát Ausztria, Szlovénia, Németország bortermelőinek a csúcs technológiát jelentik. Az, hogy a bor milyen lesz, legyen az vörös vagy fehér, legyen az tokai vagy villányi, számít-e az, hogy mondjuk például az önök gépeit használják-e permetezésre? Hát annyiban biztos, hogy jelent, hogyha a 25-30%-át a mai vegyszerköltségek mellett meg lehet takarítani, akkor ez jelentős költség lehet a termelőnek, és mindezt úgy tudja megvalósítani,
hogy közben a környezetét nem szennyezi, tehát marad valami az utókornak is. Többször is esett már szó a mai műsorban Magyarország egyik leghíresebb borvidékéről. Jöjjön most a területet reprezentáló Tokaj Kereskedőház részvénytársaság. A cég a magyarországi borászat egyik vezető piaci szereplője. Az elmúlt évben jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezek közül a legjelentősebb az, hogy a termelés kiegyensúlyozottsága érdekében a borvidék termelőit is bevont a gazdálkodásába, garantált felvásárlással, ugyanakkor szigorú minőségi előírásokkal, természetesen a megfelelő szakmai segítséget is biztosítva ehhez. Az átalakítás másik területe a vállalati rendszer átláthatóságát, modernizálását célozta. Kereskedelmi hálózata is megújul. Elsősorban a közvetlen marketingre összpontosítva, fesztiválok, bemutatókkal egybekötött előadások szervezésével népszerűsítik termékeiket, de emellett a szakmai összefogás erősítésére is nagy hangsúlyt helyeznek. A közelmúlt eseményei közül említhető a Thessaloniki borverseny 2 aranyérme, a Vinitali egyetlen magyar érme, a bordói 2 aranyérem egyike, a London Wine Fair egyetlen magyar aranyérme, valamint a brüsszeli borvilágversenyen szerzett 1 arany és 2 ezüstérem. A Tokaj Kereskedőház RT a hagyományok megőrzésére törekszik. Aszúinak készítésére a szegi, tolcsvai és tarcvali pincék kínálnak minőségi feltételeket. Emellett új termékekkel is kísérleteznek. Ebben az évben került piacra egy küvébor, egy pezsgő, illetve az aszútörtői párlat, valamint a rákóczi rom. Az angol piaci igényeknek megfelelően 3 könnyű szárazfehérbor is kikerült pincéjétől. A cég közel 5 millió palackbort értékesít évente. A vezetőség véleménye szerint ilyen széles paletta és ekkora mennyiség lehetővé teszi, hogy minden kategóriában kielégítsék nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacot is. A Dow Agro Sciences sem először szerepel az agráriumban. A cég képviselőjétől azt kérdeztük, milyen újdonságot kínálnak a szőlészeknek. Van egy készítményünk, aminek a neve a Runner, ami az integrált növényvédelmi programon belül alkalmazható, illetve felhasználható. Ezt szőlőben az ott károsító molyok ellen javasoljuk. Ez azt jelenti, hogy ez egy univerzális szer? Mondhatjuk azt, hogy univerzális, mert mi úgy hozzuk a piacra, hogy ez az a készítmény, amire azt mondjuk, mivel zöld kategóriás, hogy zöldebb a zöldebbnél. Hogy kell alkalmazni? Alkalmazásával kapcsolatban az ott lévő molykártevők tojásait és lárváit pusztítja el, és egy 0,3 liter per hektár dózisban kell a készítményt felhasználni. Mikor kell permetezni vele? Nagyon fontos megfigyelni a molyoknak a rajzását, és abban a pillanatban, amikor a rajzás megtörtént, el kell végezni a kezelést. Fontos az, hogy a lerakott tojások már olyan felületre kerüljenek, ahova a készítményt mi kijuttattuk. Ez egy olcsó vagy drága készítmény? Tudom, hogy ez egy nagyon furcsa kérdés, mert hiszen ha tönkre megy a szőlő és baj van, akkor semmi se drága. Így foglalnám össze az árak kapcsolatos kérdést, hogy ma a hasonló kategóriú készítmények közül a legjobb árfekvés ennek a terméknek van. Boros fejezetünk utolsó stációjánál tartunk, kedves nézőink. Rögtön kiderül, hogy milyen fontossággal bírnak olyan látszólag marginális dolgok, mint például a palack, a címke vagy a dugó. Mondjuk egy jobb étteremben már a dugót oda teszi a pincér a palack mellé, és akkor a fogyasztó látja, hogy az a jó nevű, szép üvegből kitöltött bor milyen dugóval volt lezárva, rettentően fontos. Mit tud mondani a műanyag dugóról? Hát műanyag dugót csak akkor szabad használni, hogyha 2 nap alatt elfogyasztják a bort, és 1-2-re le kell dugni, olcsón, gyorsan szabaduljunk meg tőle. Kommerszborokba való a műanyag dugó, kizárólag. A parafa dugónak egyforma a minősége? Nem mindegy, hogy honnan származik? Parafadugónak sokféle minősége van, mint ahogy mindenféle természetes anyagnak évjárattól függ a minősége. A parafadugónak is, de hát válogatják, osztályozzák kategóriába, típusokba és típusokon belül is minőségekbe. Ezt akik ezzel foglalkoznak, tudják, de hát a természetes anyag évjárat függő.
A jó minőségű parafadugó az jó minőségű, csak legfeljebb egy rosszabb évjáratban ilyen kevesebb terem. Mi számít, miért és hogyan, mi a dolognak a kémiája, a biológiája? Hát a parafadugó az gyakorlatilag lignin, szuberin és cellulóz gömböcskékből összerakott valami, sok-sok kis léggömböt kell elképzelni ezekből az anyagokból, amiben levegő van. Most ezek a természetben előforduló mikroorganizmusokkal természetesen fertőződhetnek, de a gyártás során ezek a mikroorganizmusok magas hőmérsékleten, mosással eltávolíthatók belőle. A borászatban felhasználásra kerülő parafadugó, az, ha olyan helyről vásárolják, az megfelelő nedvességtartalmú, a rugalmassághoz rendkívül fontos, és teljesen fertőtlenített. Kén-dioxiddal fertőtlenítünk, ami 80-100%-ban még a penész gombák spóráit is elpusztítja. Ön beszélget, ismerkedik, barátkozik, üzletele borászokkal? Van-e kontaktusuk? Hát annyi, hogy én előző életemben 20 évig borász voltam, és pillanatnyilag egy portugál-magyar parafa dugóval foglalkozó cég termékeit értékesítem a volt kollégáimnak. Így is lehet mondani. Milyen a bolt? Hogy megy az üzlet? Hát nem könnyű az élete a borászatnak, mint ahogy a mezőgazdaság egyik ágának sem könnyű, és különösen a magas minőséget termelő, előállító borászok vannak bajba, mert kevés a fizetőképes kereslet az ő boraikra, kevés ember tud 2-3 ezer forintot kiadni egy palac boré, amiben mondjuk bele lehet tenni egy jó minőségű 100 forintos dugót. Szerencsi magazinunk persze nem csak a borról, a szőlőnövény védelméről vagy a parafadugóról szól. Következzék a mezőgazdaság egésze, vagy legalábbis annak egy nagyobb szelete. Az IKR borsodi területi képviselőjével beszélgetünk. A területi képviselő dolga két részre van osztva, tehát vannak az agrárszakemberek, ők a területi, effektív a területi képviselők, és vannak a gépész szakembereink, aki végül is a gépekkel foglalkoznak kizárólag, ők a gépértékesítés vezetők. Hát én is ebbe a úgynevezett kategóriába tartozom, gépértékesítés vezető vagyok itt Borsod megyében, és kizárólag a gépekkel, alkatrészekkel, illetve a szervizeseknek a feladataival, illetve ügyintézésével foglalkozom. Az agrár végzettségű szakembereink, azaz a területi képviselők, vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, szaktanácsadás, most már egyre előtérbe kerülnek ezek a fajta szolgáltatások, tehát a szaktanácsadásra gondolok itt. Mennyi a munka? Én emlékszem, hogy amikor még a régi rendszerben dolgoztam irodában, nem televíziós voltam, akkor valójában 2 óra alatt el lehetett végezni azt, amire 8 óra volt számva, a többi 6 az pedig csak olyan láblógatás volt. Hát ezt én már fel sem tudom fogni, nem is tudom meg se fogni végül is ezt a 2 órát, meg láblógatás, hogy szó nincsen. Ez az év az én szemszögömből, tehát itt most elsősorban a gépészetről tudnék végül is órákat beszélni, de ilyen szempontból azt mondom, hogy éjjel-nappal. Tehát a telefont azt nem is kell mondani, ugye a mai technikát éjjel-nappal bekapcsolva, de mind a mellett a napi 16 órás munka, az szinte azt kell mondanom minden napi. Ugye itt a géptámogatás ugye az április 17-ével, hogy lezárták előtte, tehát januártól április 17-ig éjjel-nappal. Most talán egy kicsikét könnyebb, lazább, de ezt se tudom mondani, legalábbis itt Borsod megyében mi esetünkben, mert ugye most vannak a kiállítások, múlt héten kiállítottunk, a héten ugye most itt a hegyaljai napokon vagyunk, jövő héten már jönnek ezek a búza fajta bemutatók, ott is ugyanolyan szerepet tudok vállalni, mint az agrár szakemberek, ugye gépeket állítunk ki, amiről ugye az érdeklődőkkel, termelőkkel tudunk beszélgetni. Neked milyen a kapcsolatod a saját cégeddel, az IKR-rel, hogy érzel iránta? Én 3 éve dolgozok ennél a cégnél, sosem panaszkodtam, most sem fogok. Igazából úgy láttam ezt az egészet, hogy szépen fokozatosan alakult ki. Első év nehéz volt, rengeteg energiával, kevesebb eredménnyel,
és most talán ez a harmadik év, de hát szoktuk is ezt mondani, mert emlékszem én, amikor ugye a pályázatokat adtam be annak idején, hogy elvégeztem az egyetemet, hogy ugye a harmadik év az, amikor az ember ugye szakmailag is rendelkezik annyi tapasztalattal, hogy már tudatosan dolgozik. Na hát nekem a harmadik éven van itt most az IKR-nél, legsikeresebb évnek tekintem, tehát mind területi központ szempontjából, mind a saját magam szempontjából. Te hogy gondolkodsz a magyar mezőgazdaság jelenéről és jövőjéről? Hát én ezt a területet látom. Igazából mifelénk rengeteg keleti típusú gépet adnak el. Mi is forgalmazunk ezeket, itt az MTZ-re gondolok, nagyobb darabszámban tudunk itt értékesíteni ilyen gépeket, mint mit tudom én egy Dunántúli megyében. Nehezebben ruháznak be itt a borsodi emberek nyugati gépekben. Nagy értékű gépekről van itt szó, de mint látjuk az utcákon is, tehát nem kell bele mélyedni a mezőgazdaságba, de ugye egyre kevesebb ladát látunk, keleti gépeket, tehát mindenképpen az a tendencia, hogy a nyugati gépek teret kapjanak, illetve a minőségi munkavégzés. Leskó István a Hegyaljai Gazdanapok vásárigazgatója. Neki és munkatársainak köszönhető a korrekt szervezés, s nem utolsó sorban az, hogy a baranyai nézők is kaphattak egy kis ízelítőt a szerencsi vásárból. A 13. Hegyaljai Gazdanapon vagyunk. 13 év alatt mindenféle variáció volt már. Volt szélvihar, volt eső 3 napig, volt ragyogó idő. Lehet, hogy most is lesz valami, lehet, hogy egy óra múlva. Bizonyos tapasztalattal meg rutinnal bír az ember, de a Hegyei Gazdanapok az megáll a lábán. Ez mindig van, mindig sikeres. Ez a rendezvény egy családias jellegű. A kiállítóink száma is, a helyszín is adott. Nem is fér el több, nem is szabad. Miután a sportcsarnok is csak 1000 négyzetméter felület, abból 500-at adhatunk ki, és még van egy trükkünk, hogy mi nem emeltünk árat 4 éve, ezt tagoltam mondom, mert ez nagyon fontos. Nem a nyedészkedés a célunk, hanem az, hogy mutassunk valamit, hogy induljunk el egy úton, mert haladunk valami felé, és azt anyagias gondolkodással nem lehet tönkretenni. Műsorunk legvégére különlegességet tartogatunk. Hűben, fában orvosság, gondoltuk, tudtuk eddig. Azonban ne feledkezzünk meg a földről, a kőről, az ásványokról sem. Még régen ugye a bibliai megfogalmazás is úgy tette, porból lettünk, porrá leszünk. Tehát a földkéreg anyagai, én geológus vagyok, a földkéreg anyagaiban van 87 elem. Ebből a 87 elemből az emberi szervezetnek szüksége van mintegy 19 elemre. Ezek között van olyan, aminek a hiánya, mint az oxigén, halált okoz, van olyan, aminek a hiánya, mondjuk csontcirkulást okoz, tehát még marad, és van olyan, amelyik a közvetlen idegrendszerünket, az egész tevékenységünket vezényli, például a szerény, vagy például tudom mondani még a ilyen nagyon nagy fontosságú, de nagyon kevés, a lítiumot, mert ha bevisznek valakit így rángatódva a kórházba, akkor mit kap először? Lítium injekciót. Most az embernek van egy 10-12 négyzetméteres felülete, szájnyílástól végbélnyílásig, amin keresztül kapcsolatban van a külvilággal, azaz fölvesz és lead, de van a mi számításunk szerint 2,9 négyzetméteres bőrünk, ami ugyanúgy lead és ugyanúgy felvesz. Nem kell az emésztőrendszeren át bevinni a gyógyítóanyagokat, hanem a fürdőkár vizén keresztül, vagy a tusfürdő vizén keresztül. Most olyan készítményeink vannak, amik ezt tudják. Itt bevinni a bőrön keresztül a gyógyító anyagokat a szervezetbe. Kérdezhetek valami személyeset? Ön kipróbálja azokat a készítményeket, amelyeket az ön cége gyárt? Minden velem indul. Én most 68 évig éltem át ezeket az ötleteket, vagy nagyon útszéli szóval ezeket a hülyeségeknek tartott valamiket, és hát még tudom, akarom és megteszem. Búcsúzik a Szerencsi Agrárium, kedves nézőink, további szép napot kívánunk önöknek!